A csobánolók a falukat járták, házaltak, és úgy mutatták be a dramatikus karácsonyi népi játékot a 10-12 fős csoportok tagjai. Napjaikban legfőképp iskolákban, templomokban és közösségi házakban találkozhatunk ebben a népszokással. A nagymányoki székelyek baráti kör tagjainak előadásában megjelennek a népi elemek, a szeretet ünnepéhez közeledve a jótékonyságra hívják fel a figyelmet. A mai estén a nagymányoki székelyek baráti köre egyesület adja elő a csobánolást, a székely-betlemes játékot. Meghirdettünk egy adományozást, és ezért jótékonysági est is. Látszik is, kiraktuk az adománydobozunkat, vagy a köcsögünket, mert szeretnénk a kapunk helyére a székelykaput felállítani, és erre most egy ilyen jótékonysági gyűjtést szerveztünk a mai naptól, úgyhogy lesznek még lesz a székelybál, és akkor azon kívül szervezünk majd előadásokat, vagy programokat, és az is ilyen adomány vagy jótékonyság jegyében fog lezajlani. Szeretnénk kicserélni, mivel hogy itt akkor legyen az a jellegzetesség, hogy itt tényleg székelyek élnek. Van az emlékparkunk, azon is már túl vagyunk, azt is szépen kifaragták a kopjafáinkat, ott 6 darab kopjafa van, 5 darab a bukovinai 5 falunak a emlékére, a 6. kopjafa pedig az magunk miatt, hogy itt Szekszárdon mi is gyökeret tudtunk ereszteni, mert hogy már tovább innét nem megyünk. Cirillus császár parancsolatára jöttünk Názáretből a véiratásra, s hogyha véfogadnál ez egy éjszakára, bizony megfizetné az egeknek, ura. A közösségi összetartozás fontos részét képezi a székelyek mindennapi életének. Az egymás iránti kapcsolatok mintaként szolgálnak a fiataloknak. Illés Tibor elmondta, a karácsony, a meghittség mellett a népszokások és hagyományok megtartása nélkülözhetetlenek a vallásgyakorlók székelyek számára. Egy nagyon szép dolog, hogy tényleg a karácsonyt ilyen családias hangulatban végül is töltik el itt, illetve megelőzőként ugye a karácsony előtt. Fontos, hogy a közösség így összefogva, közösen tényleg egy olyan fajta családias hangulatba tudják eltölteni az estét. És hát ugye disznóvágás volt nemrég, és hát akkor ugye egy kicsit tartalékoltak, gondolom én, és így akkor a mai este egy vacsorával zárul majd. Hogy miként született, jászolyba tétetett, három pásztoroktól ajándék vitetett, mire Krisztus anyja igen örvendezett. Szent Józsefnek itten szállás nem adatik, sehol a városba még nem fogadhatik, hanem a királytól mindenért küldetik. A közösségi élet ugye az mindenképpen fontos volt, hiszen nagy családok voltak, akár hogyha Bukovináról beszélünk, és az mindenképpen az összetartást, az egymásfajta, egymásra figyelést, különösen ugye karácsony közelettével. És hát tényleg egy olyan emléket adott a fiatalok számára is, ami most talán hiányként mutatkozik, hiszen az ilyenfajta összejövetelek, ezek mindenképpen hatással vannak a fiatalok számára is, hiszen olyan fajta beszélgetések, egy olyan visszaemlékezések, meg maga az egymás iránti kapcsolat is tulajdonképpen mintaként szolgál az fiatalok számára. Amit én úgy gondolom, hogy és úgy látom, hogy sajnos a mai időkben igen ritka dolog, holott nagy előnye van, és mindenképpen erősíti nem csak az időseket, hanem ugyanúgy a fiatalokat is. Ez is a hagyományőrzés része. Hát a hagyományőrzés persze, hiszen ez egy... Ugye attól túlmenőleg ugye természetesen hozzá kell tenni, hogy egy vallásos emberek lévén szó a bukovinai székelyek, és tehát maga a karácsony, a karácsonyra készülődés, tehát ez mindegyfajta vallási közösségben is, ugyanakkor személyenként is külön-külön megélték, és hát most, hogy ugye már közeleg a kis Jézus születése, így úgy gondolom, miért inkább elmélyíti a dolgokat, és miért inkább erősíti egymásba ilyenfajta emlékeket is, meg ilyenfajta érzéseket. Ahogy a visszaemlékezések vannak, illetve lehet, tehát mindenképpen ugye egy részét
a család, hiszen nagy családok voltak, nem volt ritka ugye a 10 gyermek. És hát azon túlmenőleg ugye itt tulajdonképpen a rokonok, az egymást meglátogatása, hiszen nem volt ugye, mind ahogy ma van személyautó, hogy egyik pillanatra másikra odaérek, hiszen ez a terület, ahol tényleg a bukonyai székelyek voltak, ez elég nagy volt ahhoz, hogy tényleg lóeszekérrel elmenne egymást meglátogatva, megtisztelve, és talán itt ez a lényeg az egészek, hogy ez oda-vissza működött. Tehát ugye itt a rokonság egymást meglátogatta, és oda-vissza, és ez tényleg nagyon fontos volt az összetartozás élménye, és ugyanakkor ugye előnye is volt, hiszen amikor a menekülés időszakát élték sajnos, akkor megint az összetartozás volt, ami tényleg össze kényszerítette őket, és támogatták egymást, és akár a bácskai részre, ha visszagondolunk, tehát ott is a családok, nagy családok, rokonságok egy helyre telepedtek le, ugyanúgy ugye, amikor a völgységbe kerültek, akkor itt is igyekeztek az egy faluba lenni, így csak magam példáját például, hogy ugye Kismányokonat a fél falu szinte illés volt, mert összetartoztak és összefogtak és egymást erősítették, segítették, és így tulajdonképpen ez a fajta élményt én úgy gondolom, hogy még gyermekként élték meg és hordozták magukba. A csobánolást a Bukovinában eltöltött másfél évszázad óta a mai lakóhelyén Tolna, Baranya, Bács-Kiskun és Pest megye településein is megtartotta a közösség. Ó, édes kicsi Jézuskám, én mivel tudnám kedveskedni neked? Sajtocskát, báránykát, efélét nem adhatom. Egy bogláros szíjacskát, ne csak betépet adhatok. Kérlek, fogadj jó szívvel, amit adhatok. Adjál teljes pajtás! Édes kicsi Jézuskám! Én neked mivel tudnék kedveskedni? Itt a nyáron keresztem minden pocsékoltam! Köszönöm, pásztorok, mindhárman ti néktek! Kívánom, hogy a mennyben koronát nyerjetek, s a véghetetlen örömben legyetek! Úgy is van!